Oxalátos vesekő, ennek a videónak a témája. Ugye kétfajta vesekő van, a kálcitos és az oxalátos. A kálcitos nem ide tartozik, mert az egy külső csillanemezből származó kéregállomány vezélelte külön programnak a része. A vese tartozik, a kálcitos húgyúti vesekő és vesehomok. Az oxalátos vesekő képződés, amiről most fogunk beszélni, az a belső csíralemezből származó különprogram külön program a csatornáknak a mirigy szövetét érinti, szervacas sárga hátteres része 2.1.20-as lap. Ha valakinek veseköve van, feltétlenül kérdezd meg, ha neked van, akkor magadtól, ha másnak, akkor mástól. Milyen követ van, kácitos vagy oxalátos, vagy esetleg mind a két féle? Valószínűleg nem fogja tudni, se baj, két lapot megnézzük a szervacaszba, megnézed, ö, megkeresed, és a konfliktus el fogja dönteni, még mielőtt az orvosi eredmény megszületne, és az biztos, hogy pontos lesz, hogyha az illető összintén magára lát. A vesegyűjtő csatornák biológiai funkciója a kiválasztott vizelet újrahasznosítása. Van már erről videó, de most itt is elmondom a kő, a kő miatt. E úgynevezett falat konfliktus, folyadék, pénz, segítség vagy valami túléléshez szükséges dolog elmaradása, mert ugye a falat, amivel nem élet az élet, és ami nélkül nem élet az élet. Érzelmi tartalom, elhagyatottsági, magányossági, parca, megfeneklettségi, kiszáradási, továbblétezési, létezési, lé, bizonytalansági konfliktus, mert a pénz is lehet ilyen, kilátástalansági, menekültségi konfliktus, mindenem oda van, mindent elveszítettem, ami nekem fontos. Ellehetetlenültem, zátonyra futottam, nem ott vagyok, ahol lennem kéne. Teljesen egyedül maradtam, magamra hagytak, elhagytak. Már olyan régóta nincs lelkitársam, nem látnak el, nem gondoznak, én meg nem tudom magam ellátni. Nekem létfontosságú, hogy most egy kis kedvességet, szeretetet, törődést, társaságot, gondoskodást kapjak és nem kapom meg, nem tudok kire, mire hagyatkozni, magamra maradtam, palca vetett halnak érzem magam. Mert ugye, hogyha ha megnézzük, az evolúció során azt a tengeri élőlényt kiveti, a, kiveti egy áramlat, egy tengeri áramlat, kikerül a partra, ő kopótyúval lélegzik, ugye mi történne vele, hogyha azonnal kipisítene minden vizet, hát még az a kevés ideje sem lenne a túléléshez, hogy esetleg valahogy ott túléljen a parton, a benne lévő vízből még valami kis tápanyagot, oxigént nyerjen magának, ami ugye falat, létfontosságú neki, hogy megvárja, hogy esetleg hát, ha visszaviszi őt egy áramlat, és akkor tovább tud élni. Azt tudja érteni az ő biológiája, az anyatermészet azt tudja tenni, hogy a konfliktus aktivitása arányosan ő elzárja a megduzzad a vesegyűjtő ö, csatorna, elzárja a csapot, és nem megy ki belőle a folyadék, mindaddig ameddig a konfliktus tart. Aztán, amikor megoldódik a konfliktus, és visszakerül a vízbe, pisil egy nagyot. Na, mi emberek ugyanígy működünk, csak ez a külön program nem arra van kitalálva, hogy 10-20 évig legyünk benne, és felvizesedett ö, ö, testünk legyen, mint egy nagy gumibabának, hanem ez rövid konfliktusokra van kitalálva, csak mi emberek nagyon sokáig szeretünk ilyen konfliktusokat pengetni. Most a megoldás utáni szakasz nem mondom el most biológikusan, mert nem az a lényeg, akkor kipisíjük a folyadékot gyakorlatilag, és, és ennyi. És ugye meghosszabbodik ebben a túlélési idő. Na most, hogyha valaki ebbe a konfliktusba, hogy elhagyatott vagyok, nem vagyok elhagyatott magányos vagyok, nem vagyok magányos elhagyatott vagyok, nem vagyok elhagyatott van társam, nincs társam, egyedül vagyok, nem vagyok egyedül magányos vagyok, nem vagyok magányos. Hogyha valaki ebbe ö, visszaesően, ö, kapcsolgat, tehát visszaesik, még mielőtt kifutna a külön program a normotóniába, és a normotóniába visszatérne, függő félbe hagyott gyógyulásokat ö, eredményez, és oxalátos vesekő képződik, ugye kaverna feltöltődés, tökéletlen daganat elbontás, és folyton új daganatok keletkeznek. Na most ez kizárólag az oxalátos vesekőnek a konfliktusja, tehát visszaeső konfliktus aktivitást játszol vagy játszik az illető, akinél kimutatják a, az oxalátos okszalátos vesekövet. Tehát ez ennek a dolognak a, a konfliktusa, mindenféleképpen, ha nem tudod, hogy kálcitos vagy oxalátos vesekövet van, akkor nézd meg mind a két videót, nézd meg mind a két konfliktust, és hogyha éppen követ van, és nem szeretnéd, hogy több követ legyen, akkor gyere le a konfliktusról, nem kizárt, hogy mind a két fajta követ van, nem kizárt az se, hogy csak az egyik, de ha mind a két konfliktust megoldod, akkor biztos, hogy nem fogsz visszaesni egyikbe se, és ezzel már ö, rosszat ö, semmiféleképpen nem tehetsz magadnak.